Nem vagytok annyira jóba? Nem tudom, mit képzel magára az a kis takony ügye gyerek. Jó van, mert mi a probléma, Gábor? Akkor mondd el, nyugtatom ezt a kis ügyereket. Mit fel magad? Miért? Azt, hogy velem egy ilyen kis takonypolc nem fog így beszélni? Inkább Gábor volt az, aki lent a dohányzóba örjöngött, és nem is értettem, hogy mi van ezzel a csávóval. Ez volt az első és utolsó neki. Akkor neki mondjad, érted, ne nekünk. Hívj félre, és akkor mondd meg neki, beszéljétek meg, érted? Mit beszéljek ezzel a kis hülye gyerekkel még? De mi volt a nézeteltérés? Mi? Azt mondtam neki, hogy Peti, nyugodjál meg! Várjál, tiszta vagyok azzal, ami itt volt, abból nem adok igazat senkinek, inkább Petinek talán egy picit, mert tudom azt, hogy milyen, amikor egy közösségben vagyunk, és mindenkinek fogyóban van minden, és mindenki megoszt mindent a másikkal. Te figyelj már, a másik öt sztori... napja az én a cigi menné, mindig adsz egy cigit. Azt mondja izének, hogy aki elvesz a cigimet, elterem a kezét, hallod, hagyjad már. Tehát akkor én majd... Első 5-6 nap itt voltunk. Most ez a gyerek a kezét, kinek tudná ez a gyerek eltörni a kezét, hagyjál már amúgy. Milyen eltördel itt van, gyere bármány. Fogalma sincs, hogy ki a f***ba áll bele. Nyugtatom, tök normális, ez a kis f*** elkezd itt kreténkedni. Hát mit képzel ez a kis szarházi? Hát derékbe töröm az egész kis elképzelt karrierjét. Mit képzel magáról? Pofájába röhögtem, hogy mondom, hogy lehet ekkora kretén 36 évesen vagy 7 évesen, hogy így felhúzza magát egy ilyen dolgon, és hát vicc az egész. Nem 22 éves csicska gyerek vagyok, mint ő. Közelebb vagyok a 40-hez, mint a 20-hoz, mint ez a kis csicska. Mindjárt lehívom, és akkor beszéljétek. Ne hívd le, mert itt fogom agyonverni. Ne hívd le! Ne hívd le! Nem akarok beszélni Petivel. Nagyon feszült vagyok. De nem ám, ott dühöng ez a marha, beszéljétek már meg. Kivel? Ott dühöng, oda lent az udvaron, hogy... Ne jöjjön! Én meg már csak nevetek ezen az egész. Kifújtál, fúj te, busztustalan gyerek, te... Te féreg patkány, te! Mi van? Most... Lehet, hogy kijön a kan. Ne! Nem nyugi vagy. Zsolt! Én... Már sejtettem, hogy baj lesz, azért is mentem le. Na megint mi a probléma, Gabi? Kinek... Gyerek, te! Na, Peti! Peti! Titulász, mit képzelsz te magadról? Hány éves gyerek vagy te? Add meg a tiszteletet először, azért nem értettem valamit, és tiszteletet érdemelsz te? Nem! Természetesen innentől kezdve a produkció beavatkozik, hiszen semmilyen erőszakos cselekedet nem megengedett. Gábort elkülönítjük, és biztonsági őr figyel rá, mert a tettének a szabályok szerint következménye lesz. Állj meg! Hát de mit képzel magáról ez a kis gyuró? Gabi, térj meg egyszer! Állj meg! Nekem ugott volt! Állj meg! Ne akarnak ki, fejezd be! A Gábor robbanására szerintem senki nem számított. Szörnyű látvány volt, sajnos elég közel voltam a szituációhoz. Mintha valami szörnyeteg tört volna ki belőle. Teljesen más volt a szeme, az arca, a dühöngése. Nagyon-nagyon félelmetes volt.